Székesfehérvár önkormányzata idén fogadta el egészségfejlesztési tervét. Ebben rövid és hosszú távú lépések egyaránt szerepelnek a megelőzés és a fehérváriak egészségesebb életmódra nevelése érdekében. A város azonban már régebb óta igyekszik elérni ezt a célt, különböző programokkal, szűrővizsgálatokkal. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok szerint lépésről lépésre kell haladni, így lehet előrelépést mutatni. A statisztikák szerint Székesfehérvár átlagosan egészséges város, azonban lehet azért tenni, hogy a lakók egészségesebbek legyenek, a környezete szebb, egészségesebb legyen, ezért alakult meg ez a bizottság, hogy mindenki hozzátegye ehhez, amit tud. A közelmúltban is megvalósultak olyan programok, amelyekkel egészséges életmódra próbálták ösztönözni a székesfehérvári lakosságot. Ezek a látványos programok, szeretnénk a szűréseket és az ilyen programokat is tovább folytatni, és elkezdődött a bizottság megalakulásával egy mélyebb szektorok közötti együttműködés, amely a láthatatlanabb területeket öleli fel. A bizottság tagjai között vannak orvosok, környezetvédelmi és gazdasági szakemberek, a megelőzésben érintett cégek és különböző szervezetek képviselői egyaránt. Az alakuló ülésen részt vett de Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének főtitkára is, aki elismeréssel szólt a székesfehérvári törekvésekről, és híradónknak elmondta, hogy az egészséges életmódra való ösztönzés eredménye nem azonnali, de hosszú távon lehetséges és mérhető is. Ez eredményében nagyon hosszú táv az, amiben mérhető. Azonban mérhető ezeknek a programoknak az a hatása, amit a lakosságra kifejt. Mérhető az, hogy mondjuk a Hozd a formát program, amit említettem az iskolai programunkban. Azokban az iskolákban, ahol ilyen program folyt, és ott, ahol nem folyt ilyen program, összehasonlítva mennyivel másabb a gyerekek felfogása, mennyivel másképp gondolkodnak az egészségről, mennyivel többet tesznek az egészségért. A bizottság tagjai a személyes konzultációk mellett elektronikus hírlevél segítségével is folyamatosan tartják a kapcsolatot.